az gyűjtési tevékenység során le lehet szedni, meg kell egy kicsit dörzsölni, akár eltépni, és a rendkívül erős fokhagyma illatát lehet érezni. A benne levő aromás anyagokról ismerhető fel legkönnyebben az erdőkben mosbújó medvehagyma. A tavaszi vadnövény néhány éve lett újra divat idehaza. A fényes zöld leveleit sokan kedvelik a fokhagymára emlékeztető íze miatt. A nem védett állami erdőterületen naponta fejenként 2 kg mennyiségben gyűjthető medvehagyma. Ha valaki védett területen, vagy nem állami erdő, hanem magánerdő területen szeretne gyűjteni, vagy 2 kiló feletti mennyiséget szeretne gyűjteni, vagy forgalomba szeretné hozni a medvehagymát, akkor engedélyköteles a gyűjtési tevékenység. Vagyis magánterületről csak a tulajdonos hozzájárulásával gyűjthető medvehagyma. A növény egyébként könnyen összetéveszthető a gyöngyvirággal, aminél viszont korábban bújik, ezért aki a fokhagyma illatú zöldfűszerre vágyik, érdemes mostanában felkeresnie az állami erdőket. A legalapvetőbb különbség az abban rejlik, hogy egészen más illata van a medvehagymának, az fokhagyma illatú, és ez az illat ez elég intenzív és erős illat. Kora tavaszi időszakban először a medvehagyma kezd el kibújni, de nagyon fontos azt tudni, hogy ugyanezen a területen, vagy nem messze tőle megjelenik később a gyöngyvirág is. Ebben az időszakban már a virágzatot kell keresni, egészen más virágzata van a gyöngyvirágnak, mint a medvehagymának, de a levelek rendkívül hasonlóak. A szakember azt tanácsolja, az, aki medvehagymát gyűjt, lehetőleg olyan helyről tegye azt, ahova nem járnak mások is tömegesen, így ugyanis elkerülhető, hogy egy-egy területen kihaljon a növény populációja.